Sziasztok! Nos, a nagy kedvencemet, a révész fejes görbét szeretném nektek bemutatni. Nem használat közben, hanem csak úgy általánosságban néhány gondolat erejéig. Úgyis nekem ez az evőkésem. Ezzel leszek a gyorsértelemben, ezzel leszek a Gundában, ezzel leszek mindenhol. Nagyon-nagyon sokszor otthon is. Rendszeresítve a farzsebembe, időnként ez kellemetlenséget is okoz, mikor olyan helyre megyek, ahol előkerül, mivel 9,1 cm hosszú a pengéje, tehát a KKV-a kategória. Az acél a Sandvik, 58-59 Rockwell keménységűre hőkezelve. Na most a markolatpanel az Wenge. Jelen pillanatban, ugye én 17 ezer forintért vásároltam, jelen pillanatban 24 ezer forint ez a webshopban. Mondom ezt úgy, még mielőtt valami támadás érne, hogy soha életemben nem találkoztam Tóth Árpáddal, tehát semmiféle érdekem nem fűződik ahhoz, hogy most én ezt így bemutatom. Nem használom másra, csak enni, semmi másra. Egy nagyon jó éltartó, könnyen utáni leszhető bicsak, amit tényleg az étteremben az ember nem szégyel oda tenni, mert azért mégsem egy ilyen kis taktikai benchmade, vagy spider-co, vagy valami, tehát nem az, ami az étteremben az étel mellett ugye el tudja képzelni az ember, hanem egy szép dolog, egy szép magyar dolog. Nincs hibá, de természetesen ez sem hibátlan, ugyanis a nem záródik 100%-osan középre, ez így érkezett, így kaptam. Most ez a se a rántott hús, se engem nem zavar. Tökéletesen használható, pillanatok alatt utána tudom érezni egy kerámia rudon, és elég jól bírja. Pedig hát nem fatányéron eszünk, hanem porcelán tányéron. Nos, Szalajka völgyében majdnem elveszett, aztán megkerült, a szemetesből előkerült, megvan, nagyon szeretem, próbálom megbecsülni, remélem sokáig fog szolgálni. Ilyen felhasználási elán mellett, amit én képviselek, szerintem az unokámé lesz. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!